Hát én nagyon kiki meccsre számítok, pillanatnyi formára. Pontosabban a pillanatnyi forma fogja szerintem eldönteni, meg a pillanatnyiak, hogy éppen melyik csapat milyen állapotban van. Ugye jósolni nagyon nehéz, én azt gondolom, hogy 50-50%. Egy nagyon zárt, kevés kilépés hatos falat fognak védekezni, tehát itt a lövéseknek, a betöréseknek, valamint a szélsőknek óriási szerepe lesz, és véleményem szerint a beállós játék lesz az, ami talán egy kicsit háttérbe szorul. Hát ugye tavaly idegenbe kezdtünk, és franciákkal, tehát most itthon kezdünk, és oroszokkal, ez mindenképpen más. Valamint én úgy gondolom, hogy ez jobb csapat, mint a tavalyi meccs, bármennyire is erősnek gondolom a tavalyi meccset is. Több fogódzó volt azon, vagy abban a csapatban, tehát több olyan pont, amit meg lehetett támadni. Ez azért egy egységesebb, jobb csapat. Úgyhogy nincs ezzel semmi probléma, ugye Dabas számunkra nagyon jó omen, ugye különösen az én számomra, én nagyon szeretem Dabast, ugye több szempontból is, úgyhogy nem foglalkozom mi azzal, hogy most ki kell menni innen a Népligetből, véleményem szerint ugyanúgy hazai pályán leszünk, mint hogyha itt lennénk.